ajánlott. Kárpát-medencétől 4000 kilométerre járunk. A méteres hóval borított tájon titokzatos arcú ázsiai emberek élnek. Vadászok, halászok, rénszarvastartók egy olyan földön, ahol már nincs mit vadászni, halászni, s a rénszarvasok ki tudja, meddig találnak maguknak táplálékot. Kik ők? Hogy élnek? Miben hisznek? Az Ob folyó és mellékfolyói partján, öt magyarországi területen szétszórva élnek legközelebbi nyelvrokonaink, a hantik és a mansik. A két nép lélek száma együtt sem éri el a 30 000-et. Régen sem voltak sokkal többen, hiszen ez a zord táj nem képes sok embert eltartani. A hantikat az orosz elnevezés nyomán a magyarok is gyakran osztyákoknak hívják, a mansikat pedig vogulokként emlegetik. Ám az oroszok több természeti népet is osztyákoknak neveztek, a szó valószínűleg csak annyit jelent, szibériai nép. Ebben a filmben úgy nevezzük őket, ahogy magukat is hívják, hantiknak. Annyi mindent vesztettek az elmúlt évtizedekben, legalább a nevüktől ne fosszuk meg őket. A nagy távolságok és az elzártság következtében a hanti nyelven belül jelentős különbségek alakultak ki. A különböző nyelvjárásokat beszélő hantik gyakran csak oroszul értenek szót egymással. Mi a keleti hantik vendégszeretetét élveztük. Szurguttól, az Otromba olajvárostól nem messze, a Tromagán folyó partján kerestük fel szálláshelyeiket. A szovjet hatalom idején külföldi nem juthatott erre a földre. Ám a peresztrojka ide is elért. Utitársunk Csepregi Márta nyelvész, és még néhány magyar kutató ma már ismerősként járja a mocsarak közt megbúvó faházakat és sátrakat. Április elején Szopocsinékat még a téli szállásukon találtuk. Josip és felesége Rima 3 éve fejezték be új házuk építését. Érdemes volt alapos munkát végezniük, hisz hosszú a tél, az év legnagyobb részét itt töltik. A fagrendák közét tőzegmohával szigetelték. Olyan jól, hogy az enyhe, mínusz 10-15 fokos időben mi elpuhult európaiak sem fázunk a házban. Nem is beszélve Aliszkáról és Sztyópáról, akik hamar kimennek játszani. Ők már érzik a tavasz közelettét. Talán felfigyeltek az orosz nevekre. Mióta a hanti gyerekeket hivatalosan anyakönyvezik, őket is az államnyelven jegyzik be a nagykönyvbe. Néhány száz éve Josifot még fajtkakas lövő apónak nevezték volna. A családtagok egymást ma is gyakran rokonságnevükön szólítják, valahogy így az ángyom nénye. De használják az orosz keresztneveket is, legfeljebb kicsit hanti módra ejtik.
Lehet, hogy az első benyomások alapján önök a magyar hanti nyelvrokonságot nem tartják magától értetődőnek, hiszen nem csak a szibériai táj és az emberek arca szokatlan, de a hanti nyelv dallama is. Ám Ariszka számolására érdemes odafigyelni. 4, 4, 3, 4, 5, 6. A testrészek nevei a szókincs legősibb rétegéhez tartoznak. Mindkét nyelv máig megőrizte a szem szót. Szem. Igazán figyelemre méltó, hogy hiába indultunk 2500 éve az őshazából mi nyugatra, ők kicsit később északra, nem csak az alapszó maradt közös, de a személyrak sem változott. A nyelvészek nem egy-két kiragadott példa alapján, hanem a nyelv változásait nyomon követve állapították meg, hogy a hantik közeli nyelvrokonaink. Mióta elváltunk, mindkét nyelv sokat változott, de még mindig sokkal többet őrzött meg közös múltunkból, mint arcvonásaink. A hantik is, a magyarok is keveredtek a körülöttük élő népekkel, így külsőre ma már nem nagyon hasonlítunk egymásra. Az biztos, hogy természetismeretet tanulhatnánk a hantiktól. Hallgassák csak ezt a kislányt, milyen jól ismeri az erdős tundra fájt. Az erdős tundrát, mint a név is sejteti, nem az összefüggő erdők jellemzik, hanem a fával borított és a nyílt területek váltakozása. A víz óriási területet foglal el, nyáron csak helikopterrel lehet megközelíteni a hantik lakóhelyét. A 8 hónapos tél nagy előnye, hogy a befagyott tavakon jól lehet közlekedni. Hátrányai is vannak szép számmal. A rénszarvasoknak meg kell küzdeniük a hó alatt megbúvó zuzmóért. Júniusra persze majd itt is feléled a természet, a rének akkor majd a fák rügyeit, hajtásait fogyaszthatják. Ezek a rénszarvasok házi állatok, de meglehetősen szabadon élnek. Néhány nappal érkezésünk előtt a rénszarvasok megindultak a 10 kilométerre lévő tavaszi szállás felé, most gazdáik is követik őket. Hosszú időre soha nem szakadnak el egymástól. Emberek és rének az évszakok változását követve minden évben hasonló kört írnak le, együtt vándorolnak. Ám a téli szállást kivéve nem az előző évi helyükre térnek vissza. A rén pásztoroknak új helyen kell tábort verniük, hogy a közelükben tartózkodó szarvasok a lelegelt természetnek időt adjanak a megújulásra. A tavaszi szállás mindig nyitott, széljárta helyen van, hogy a születendő rémborjakat minél kisebb hótakaró fogadja. A sátor pontos helyét éppen most választották ki. Egy-két hónapig itt lesz Szopocsinék otthona. Nyáron majd a folyópartra vándorolnak. Nem csak a halászsákmány reményében, de azért is, mert errefelé a szeles folyóparton a legkevesebb a szúnyog. Márpedig a mocsárvilágban nyaranta a szúnyogok szinte eltakarják az eget, alaposan megkínozzák a réneket és az embereket. Az őszi szállás helyét a rénpásztorok úgy választják meg, hogy a közelben sok legyen az áfonya és bőven legyen zuzmó. Megkezdődhet a póznák felállítása.
A sátor formája 1000 éve is hasonló lehetett, de anyaga megváltozott. A nyári sátrat hagyományosan nyírkéreggel, a télit rénszarvas bőrökkel fették. Mára mindkét alapanyag erősen megfogyatkozott, ezért gyári sátorponyvát használnak. A berendezésben is vannak új elemek. A vaskályha bizonyára az oroszboltokban kapható típus darab, többfelé találkoztunk vele. Kellemesen befűti a sátrat, annak ellenére, hogy a kéménycső mellett jókora nyíláson át kémlelhetjük az eget. Téli szálláson a családoknak állandó vízmerítő helyük van, ám a tavaszi sátor közelében a fiatalokkal előfordul, hogy rossz helyen kezdenek jeget törni. Kemény küzdelem után a méteres hó és ég alatt csak földet találnak. Amíg csak vadászok és rénpásztorok éltek ezen a vidéken, az sem jelentett veszélyt, ha hóból olvasztottak maguknak vizet. Most a vízzel együtt alig, hanem többféle szennyező anyag kerül a tejába. Az amerikai indiánokról köztudott, hogy a bölénynek minden porcikáját felhasználták. A hantik is megbecsülik a réneket, a leölt állatból semmit el nem pazarolnának. A lenyúzott, de ki nem dolgozott bőrből derék, alj vagy szántakaró lesz. Az állat szállakra szedett inaiból cérna. A rén patái közötti bőrből készül a csizmák talprésze. Nézzék meg ezeket a csizmákat. Az egyik bőrt szőrével kifelé, a másikat befelé fordítják, így vízhatlan és meleg lábbelit kapnak. Rénbőrből készül a hantik szent tárgya, a sámán dob is. Nagy élmény végignézni, hogy lesz egy vízbe áztatott rénszarvas bőrből és egy vékony nyírfa méteres darabjából sámán dob. A valóságban a folyamat 10 napig tart. Kézügyesség, találékonyság és az évezredes tapasztalatok továbbadása talán csak ennyi a titok. Az eredmény mégis lenyűgöző. A sámán dob felavatása már a szellemvilágba vezet. A hagyományos módon élő hantikon nem fogott sem a keresztény, sem az ateista térítés, máig természethitűek. A sámán olyan különleges képességű ember, aki kapcsolatot tud teremteni a szellemvilággal és a halottak lelkével. A legfőbb isten az ég atya színe elé csak a leghatalmasabb sámánok jutnak. A hantik rajta kívül tisztelik földanyát, tűzistennőt, a betegség fejedelmét, a vizek, az erdő és a hegyek szellemeit. A sámánok többnyire az ő szándékaikat fürkészik, nekik adnak áldozati ajándékokat. A közösség életében kiemelkedő szerepe van. Ő adja tovább, ha van kinek, ősei hitét, szellemi kultúráját. A szopocsi nagy család feje, a vidék legtekintélyesebb sámánja, Iván Sztyepanovics már nem él.
Ezen az 1992-ben készült felvételen kérdéseket tesz fel a szellemeknek, melyekre Szent Ládikóját emelgetve keresi a választ. Ha a szellemek nemleges választ adnak, a sámán a ládikót meg sem tudja mozdítani. Ha a válasz igen, a sámán kezében a ládikó szinte magától fölemelkedik. Az öreg sámánt néha még unokái közt üldögélve is magával ragadta a ritmus. Egy kartonlap és egy darab fa is elég volt ahhoz, hogy szinte révületbe essen. A hantik gyakran fordulnak enyhülésért a gyógynövényekhez, de a betegek gyógyításában vannak számunkra borzongató elemek is. A gyermek fájós füléből a váladékot tölcsér alakúra feltekert égő ruhadarabbal szívják ki. A hantik háza vagy sátra mögött, ha éppen benne laknak, mindig ott áll a szent szál. Ha költöznek, magukkal húzzák. Ebben tartják közvetlen segítőiket, a házi bálványokat. A nőké textilből, a férfiaké fából készül, mindig a szent ligetben, ahová az égi szellemek időnként leszállnak. A házi bálványok a szellemvilág legközelebbi, legszemélyesebb képviselői. A jeges tenger közelében az északi hantiknak szinte egyetlen táplálékuk a rénszarvas hús. Itt a Tromagán folyó partján más a helyzet. Csak különleges alkalmakkor vágnak rénszarvast. Most a tavaszi sátor felállítása alkalmából került sor áldozati szertartásra. A réneket a költözés után gazdáik etetik, hogy megbarátkozzanak új helyükkel. A jószágok szelíd házi állatként viselkednek. Könnyedén meg lehetne fogni a kiszemelt áldozatot. Ám akár áldozati állatot fognak be, akár kasztrálásra kiszemelt fiatal bikát, keményen megküzdenek az állattal. A mély hóban nem könnyű dobó távolságra megközelíteni a szarvasokat. A rénszarvas áldozatból a folyó istene megelégszik az áldozat illatával, magát a húst a család fogyasztja el. A házi asszonynak bőven van munkája a belezéssel és a szakszerű darabolással, de hússütésre nem vesztegeti az időt. Az ízletes kenyeret is már a következő napokra süti meg a tűzhelyen, ma este nem lesz rá szükség. Szopocsinék vacsoráznak. A látvány nem vegetáriánusoknak való, de ezen a vidéken növényi táplálékból nem lehet megélni. A friss, nyers húst sokkal egészségesebbnek és ízletesebbnek tartják, mint a főttet. A nyári melegben is csak kényszerből fanyalodnak a főtt húsra. Szerencsére a hűtőszekrény hiánya az év nagy részében nem jelent gondot. A hús odakint kőkeményre fagy, nem romlik meg. Hetek múltán is jó ízűen fogyasztják a hústömbről lefaragott nyers darabkákat. Friss vérről azt mondják, erőt ad az embernek. Csak jól meg kell sózni, hogy meg ne alvadjon. A tél második fele a vendégjárás ideje. Ilyenkor a hanti család felkerekedik, és a rokonokon kívül a szomszédokat is végiglátogatják. A szomszédokat, akik mondjuk 30 kilométerre laknak.
néhány napig vagy hétig beszélgetnek, falatoznak. Egész évben dolgoznak eleget, ilyenkor nem sietnek sehová. Megbeszélik a híreket. Hol született gyerek, ki halt meg, hol van eladósorba került lány. Elég, ha mindenki néhány szomszéddal tart kapcsolatot, a hírek így is több száz kilométerre eljutnak. A hantik istenei összefonódnak a természeti elemekkel, így hát nem meglepő, hogy a természet óvására intik népüket. Ma már a férfiak drúzsba motorfűrésszel döntik a fát, de csak az elszáradt egyedeket. Ha arra kényszerülnek, hogy egy termetes élőfát kivágjanak, a fa szellemének bocsánatát kérik. Rima asszony forgácsot aprít. A hagyományos hanti háztartásban nem keletkeznek soha el nem bomló műanyag hulladékok. A megszárított forgács a szupermarketek számos árucikkét helyettesíti. Mosogató szivacs, törlőrongy és egészségügyi betét egyben. A korszerű hanti pelenka a bölcső aljába helyezett tőzegmaga. Ultramagja felszívja a nedvességet. Ide nem jutnak el a pelenka reklámok, de ez aligha befolyásolja a babák boldogságát. Az biztos, hogy a nagyobbacska gyerekek talpra esetnek tűnnek. Játék és munkára szoktatás csodálatos módon keveredik életükben. Reggeltől estig szüleik közelében sürgölődnek. Az íjazás és a rének hajkurászása nekik inkább játék, de közben észrevétlenül megtanulják az erdei élet minden csínyát, bínyát. A hantinők élete nem könnyű. Legalább annyit dolgoznak, mint férjeik, de sokkal több szabály korlátozza őket. Nem mehetnek a sátor északi oldalára, hiszen az a szent szán helye. Nem léphetik át a földre letett puskát, mert oda veszne férjük vadász szerencséje. Ha együtt él a nagy család, arcukat a férfi rokonok elől takargatniuk kell. Mindezek ellenére, míg a külső világ át nem gázolt életükön, békében éltek családjukkal és isteneikkel. Itt van az én hazám, hirdeti a szurguti lakótelepi propaganda. Igen, ma 350 ezer egykori szovjet állampolgár él itt, főképpen oroszok és ukránok. Ám a 20. század közepéig Szurgut néhány ezer lakosú Isten háta mögötti falu volt. A katonákon és prémkereskedőkön kívül sokáig csak száműzöttek érkeztek erre a vidékre. Feljegyezték, hogy a hantik már a cári idők orosz prémkereskedőinek kapzsiságára is panaszkodtak. Később a szovjet kereskedelem nem volt tekintettel különleges igényeikre. A hatalom az életükre sem. A 60-as évek elején Szurgut környékén megkezdődött a kőolajkitermelés. A föld egyik leggazdagabb olajmezőjére találtak. Ahogy a Szurguti Olajtársaság hivalkodó épülete is mutatja, az olajban rengeteg pénz van. Mit számított itt néhány ezer őslakos élete? Az olajosok alapvető érdeke, hogy munkájuk akadályozói a falvakba, városokba költözzenek. Ezt persze nem hangoztatják, de az őslakosok ellenállását módszeresen felőrlik. A szennyezés miatt a természetben egyre kevesebb a táplálék. Ám kárpótlásként az olajosok dán húskonzervvel, orosz tejkonzervvel és csoki bevonatú cukorkákkal táplálják a hantikat. Az olajosok legfőbb jótéteménye, hogy Burán márka nevű hójárművet adnak a réntartóknak. Benzint kapnak hozzá bőven, sőt, ha megengedik az olajosoknak, hogy újabb kutakat fúrjanak, utakat építsenek, akkor három évenként új buránt is kapnak. Márpedig a nagy hóban motoros szán nélkül nagyon nehéz közlekedni.
Ki tudna ellenállni a ma már részben amerikai tulajdonú gazdag olajtársaságok nyomásának? A buránok megváltoztatják az életet. A hantik nemzedékről nemzedékre átörökített szabályai arról szólnak, hogy kímélni kell a természetet. Ám a burán használatát senki és semmi nem tiltja. Így aztán a hantik, ha kell, ha nem, száguldoznak az ingyen benzinnel hajtott motoros csodával. A széles sítalpak lassan játékszerré válnak, szánhúzó réneket már nem nevelnek. Életmódjuk átalakul. Eljön az idő, amikor maguknak is felteszik az olajosoktól oly sokszor hallott kérdést, nem lenne kényelmesebb odabent a faluban? A falvakban és városokban a hantik nem csak hagyományos életüket, de nyelvüket is elvesztik. A hanti nyelv hihetetlenül gazdagon írja le a természetet. A téli szállás ablakát ma már általában nem jéggel, hanem üveggel fedik be. Az új anyagnak nevet kellett találni, logikus, hogy kőjégnek hívják. Ám ha két hanti fiatalember motoros hóparipáját szereli, azt orosz névvel buránnak hívja. A tönkrement járgány fölött az alkatrészeket természetesen orosz néven emlegetik. A hiba elhárításához hanti nyelvű gépkönyvet hiába keresnének. Kint az erdőn, ha befejezték a szerelést, visszatérnek anyanyelvükhöz. Ám akik egyszer a faluba költöztek, az idegen tárgyak és emberek között hamar áttérnek az orosz beszédre. Hozzájárul ehhez, hogy az erdei élet csodáit nem ismerő oroszok a hantikat koszos, lusta népségnek tartják. Marad a kényszerű beilleszkedés, az orosz nyelv, a fájdalom és a vodka. A hanti gyerekek iskolába csak akkor tudnak járni, ha kollégiumba költöznek. Nem az orosz nyelv megtanulása jelenti nekik a legnagyobb gondot, hanem az újfajta életmód, a régi értékek feledése. Ha a gyermek 8-10 évre elszakad a családjától, utána már nem tudja, talán nem is akarja ősei hagyományos életét élni. A rendkívül kis számú hanti értelmiség mostanában megpróbálja saját kezébe venni sorsának irányítását. Josif Antonovics Szopocsin és társai civilizált életüket feladva visszaköltöztek az erdőbe. A 40 fős falu közösség vezetője azt reméli, hogy hamarosan gyerekeik taníttatását is meg tudják oldani. Я, допустим, на следующий год собираюсь забрать своего сына из интерната. Arra készülök, hogy a tanév végén elhozom a fiamat az internátusból. Addigra 14 éves lesz. Próbálom elérni, hogy hivatalosan hozzanak létre nálunk egy tanári állást, és odakünn az erdőn folytatódjék a fiam taníttatása. A gyerekeink közül nagyon sok második, harmadik, negyedik osztályos az iskolából visszaszökött az erdőbe. Ma már bíztatom a társaimat, hogy hozzák el az internátusból a gyerekeiket. Sok víz lefolyt az Obon az utolsó varjú ünnep óta. Most, március utolsó napjaiban ismét megünneplik az első varjúk visszatérését. Még egy-két hónap, és beköszönt a tavasz. Josif Antonovics felesége szinte az egyetlen hanti, aki írott formában is kitűnően használja a keleti nyelvjárást. Tankönyvet ír, próbálja a hanti írásbeliséget terjeszteni, és a betiltott, elfeledett régi hagyományok felelevenítésén is dolgozik.
И постарались провести этот праздник не совсем по тому сценарию, который проводится. Nem törekedtünk arra, hogy pontosan ugyanolyan ünnepséget rendezzünk, mint amilyenek a régi varjúnapok voltak. Ma már ebben a faluban mások a körülmények. A Hantikon kívül tatárok, oroszok és ukránok is élnek itt. És mi mindannyiukat be akartuk vonni az ünneplésbe. Az oszlopmászás orosz hagyomány. Nálunk ilyen nincs. De ahogy látják, az őslakosok is szívesen másznak föl az oszlopra. De még mennyire szívesen? Ha elérik az oszlop tetejét, Black & Decker fúrógépet kapnak. A Nemzetiségi Hivatal feltűnően értékes ajándékokkal támogatta a varjú ünnepet. Az oszlop magasságát a rendezők remekül eltalálták. A jó erőben lévő szibériai fiatalemberek viszonylag könnyen eljutnak az utolsó előtti méterig. Aztán, ha sikerül megfeszíteni akaratukat, elérik az üdvösséget jelentő fúrógépet. Ha nem, leszánkáznak az oszlopon. Az egyik legnépszerűbb versenyszám a lasszódobás. Talán stílusosabb, ha nem a Hollywoodban készült vadnyugati filmek szókincsét vesszük át, hanem a régi magyar szavakat elevenítjük fel. Lasszózás helyett mondjunk inkább pányvahajítást. Az igazi erdei emberek és a civilizált hantik változó sikerrel veszik célba az oszlopot. A zsákos verekedést a közönség nagyon élvezi. Azt mondják, ez is hagyományos hanti sport. Keményen kell kapaszkodni, hogy az ember megmaradjon a helyén. Szarvashajtás megint igazi hanti mesterség. Énekkel a nők is ügyesen bánnak. Nagy odaadással versenyeznek. A győztes ebben a kategóriában is élő rénszarvast kap. A varjú ünnep vitathatatlan értéke a szép ruhák felvonultatása. Remek bundákat, rénszarvas csizmákat és gyöngyhímzéseket láthatunk itt. A legszebb rénszarvas bundát viselő férfiak és fiú gyermekek is jutalmat kapnak. Groteszk látvány, ahogy a színpaddá magasztosult teherautó rakfelületén forgó asszonyok arcukat kendőjükkel eltakarják. Ám meg kell érteni, a hanti törvények iratlanok, de komolyan veszik őket. Az asszonyoknak óvakodniuk kell a férfi rokonok tekintetétől. Különben is a zsűrinek nem az asszonyok, hanem a bundák szépségét kell megítélni. A leggyönyörűbb kislánybunda tulajdonosa a többi győzteshez hasonlóan vonzó ajándékot, 10 millió sorozatban gyártott műanyag szépséget kap. A Helsinki székhelyű finnugor társaság a hantikat már a századfordulón kihalásra ítélt népnek tekintette. Néprajzkutatókat és nyelvészeket küldtek hozzájuk, hogy még az utolsó pillanatban megörökítsék értékeiket. Aztán jött a 20. század. Vele a szovjet hatalom és az olajipar. A hantik mégsem tűntek el a föld színéről. Józan fejjel ma sem jósolhatunk hosszú életet ennek a népnek.
pedig bölcsességükre szüksége lenne a világnak. Iván Sztyepanovics, az öreg sámán, övéinek gyakran mondogatta. Itt a földön, az ég alatt összetartozunk. Az erdőben élő hanti csak akkor lehet boldog, ha az orosz ember is az. De az oroszok sem lehetnek boldogok, ha mi, hantik, miattuk szenvedünk. Az öreg sámán szóhasználatában az oroszok a civilizált embereket jelentették. Mi lesz velünk, ha a hantik elfogynak?